közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök Hajdúszoboszló belterületén. Erről beszélt Karácsony Béla sajtószóvivő a Hajdúszoboszlói Városi Televízió két hetente megjelenő rendőrségi magazinjában. Lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságon ismeretlen elkövetővel szemben. Egy nőtett bejelentést 2022. március 25-én reggel a rendőrség 112-es segélyhívójára, miszerint a bejelentést megelőző éjszakán ismeretlen elkövetők Hajdúszoboszló keleti utcán lévő lakóházának nyitott teraszáról eltulajdonították a kerékpárját. A bejelentés követően rendőrök a helyszínre érkeztek, adatgyűjtést végeztek. Az adatgyűjtés során az elkövető személyére információ merült föl, akit a lakásáról előállítottak. Az elkövető beismerő vallomást tett a bűncselekményre vonatkozóan. A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény elkövetéséhez szerepet játszott az elkövető ittassága. Közfeladatot ellátó személy ellen erőszak büntettének elkövetése megalapozott gyanúja miatt indult eljárás egy helyi férfival szemben. A nyomozás adatai szerint 2022. március 26-án 10:30 körül Hajdúszoboszlón Kispál utcában az utcán szóváltásba keveredett egy postással az elkövető, amely a szóváltásnak tetlegesség lett a következménye. Az elkövetés követően a helyszínről eltávozott az elkövető, a sértett pedig a rendőrség segélyhívójára bejelentést tett. Bejelentést követően a rendőrök a lakására elfogták a férfit, akit elállítottak a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra, ahogy gyanúsodként hallgattak ki. Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínre intézkedtek a rendőrök 2022. március 26-án a reggeli órákban. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint egy férfi közlekedett az általa vezetett személygépkocsival Hajdúszoboszló-Szováti útfélen, Hajdúszoboszló külterületén, amikor forgalmi okok miatt lassításra, megállásra kényszerült, előtte egy bivajcsorda haladt át. A bivajcsordával az egyik állat kivált és az ő járművét megrongálta. Egy 15 év körüli fiatal közlekedett kerékpárján fennülve 2022. március 31-én 8:10 körül Hajdúszoboszlón a József Attila utcán. A fiatal nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a kerékpára sebességét, elvesztette az egyensúlyát és elesett a kerékpárral. Az esés következtében könnyű sérüléseket szenvedett.